Rendkívül eredményesen zárta az elmúlt hétvégét Fekete Bernadett, aki Egerben a Magyar Bajnokságon, az erőemelő Magyar Bajnokságon, hát tulajdonképpen számolatlanul nyerte a bajnoki címeket. A stúdió vendégem Betty, gratulálok az eredményedhez. Pontosan milyen érmekkel tértél haza, és milyen kupákkal? Köszönöm szépen, hát három aranyérmet sikerült nyernem, két junior kategória, az egyik az Googleás junior, a másik Googleás vagy felhúzás junior, a harmadik pedig felhúzás open, tehát ez a felnőtt kategória. Úgy gondoltam, hogy lesz már oda is beadni, aztán végül is sikerült, és akkor az abszolút ö, díjazásba lettem második Googleásba, és harmadik felhúzásba, az pedig ugye kupa. Ez az első ilyen nagy versenyed volt, ami a magyar bajnoki sorozatban van. Előtte volt-e valamilyen ráhangoló versenyed? Márciusban volt egy csárdaszálláson. Hát ez egy kisebb verseny volt, egy nagyon jó közeg gyűlt össze, és akkor ott, ott sikerült 140-et húznom. És nekem az, az nagyon tetszett az a verseny, tehát az a fontos, hogy nekem, hogy jól érezzem magam versenyzés közben. Tehát ne az legyen, hogy meg kell húzni, hanem az, hogy tényleg az, hogy minden percét élvezzem, és hogy olyan emberekkel legyek, akik, akik, ugyanígy gondolják. Akik tavaly figyelemmel követték a te sportkarrieredet, azok tudják, ugye, hogy ez az erőemelés ugye három részből áll. Van egy fekvenyomás, van egy guggolás, van egy felhúzás, és te inkább a felhúzásban versenyeztél eddig. Most megpróbáltad a guggolást is. Ez az EGRI Magyar Bajnokság, ez milyen színvonalú volt? Mit kell erről tudni? A tavalyihoz tudom hasonlítani, nekem az volt az első nagyobb versenyszezonom, amikor végigversenyeztem, a szerencsém volt, hát ahhoz képest fényében kell jobb. Tehát ez egy színvonalas volt, Skytech támogató taguk is ott voltak, minden a helyén volt. Tehát jó, nyilván vannak egy kis csúszások mindenhol, de tényleg az, hogy az EGRI szervezők, ott van egy kis csapat, ők kapták meg a szervezés jogát, nagyon jól helytáltak. Tehát egy olyan színvonalú versenyt hoztak létre, amin Mik kellett volna, hogyha nem megyek. Tehát azt mondtad, hogy a színvonal az remek volt, de a te teljesítményed is remek volt, hiszen igen. ha jól tudom, te voltál az országos csúcs felhúzásban, 120 kiló, vagy jól igen, tudom, 120 igen, kilogramma, igen. és ezt a versenyen belül kétszer is megjavítottad. Igen, hát tavaly én voltam a csúcs vagy én lettem tavaly, ugye 120-as húzással, és akkor már az első húzásom csúcskísérlet volt, 30-as sikerült. 40 es is sikerült, és a harmadik azt ugye térdig jött fel, azt nem adták meg, de, de ami késik, az múlik. Az hány kiló volt? 150. 150. Hát a következő cél akkor a 150. Igen. Tavaly csak felhúzásban versenyeztél, most az idén, most itt Egerben googleást is megpróbáltad. Igen. Hát nem éreztem több okból stabilnak a googleásomat technikai szinten sem, tehát nagyon bedöltem előre sokszor, illetve én a teremben mindig tükörnél gugolok, tehát tele van tükörrel minden, és ott látom magam. És ugye torzít, tehát nem abból a szögből látom magam, mint a három ítész, aki szembe, illetve oldalról van a kettő, és nem éreztem a gugolást, és úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz. És megpróbáltam. próbáltam. hogy nem, nincs tükör, semmi, nem szólhatnak, Bandázs engedélyezett, én gyakoroltam bandásba. Ez pontosan mi is? Térbandás, tehát ez a guggolásnál a térbandás. Segít, tehát rögzíti a térdet, ad egy kis rugózást, mikor visszafele jövünk, de levettem verseny előtt. Tehát nagyon rosszabbnak éreztem, mint szabadsúlyjal, és mondtam, hogy akkor. Ez hány kiló volt ez a guggolás? 125. Tehát 125 kilót te a nyakadba veszel, vagy ír a melledre veszel, a bálad, nyakadba veszel, igen, és akkor azzal a 120 kilóval neked le kell guggolni. Visszint alá. Tehát, tehát le kell billeni a csípőnek teljesen. És Viszintalá. onnan kell visszajönni. Igen, te jött ki a úgy, úgyhogy ne akadjon meg, tehát nem állhat meg. Egy ilyen gyakorlaton belül melyik a nehezebb, lefele vagy fölfele? Gondol, lefele. lefele nehezebb, lefele. nem felfele? Nem, lefele. Tartani kell a hátat, nekem legalábbis nehezebb tartani kell a hátat, és felfele már tudok egy olyan rugózást adni az izmoknak, hogy visszalökjön. Bandázs, hogyha van, akkor az meg főleg segít. Lefele az, hogy ugye, hogy eresztem lefele magam, és megtalálni azt a mélységet, hogy ne vízszint legyen, mert most az olyan, hogy valaki vízszintnek látja, valaki nem, tehát alá kell menni. Itt most mondtad a Eredmények említésén a juniorban megnyerted a felhúzást, felnőtt kategóriában megnyerted a felhúzást és abszolútban is. Most a felnőtt és a junior kategórián kívül volt még valamilyen kategória, hogy hogy abszolútat is nem, külön mondtad? Nem, az abszolút az úgy van, hogy az összes női versenyző. Tehát vannak olyanok, akik a felnőttön kívül, még mondjuk veterán. Masters, persze, igen. Értem, ő, igen és igen, akkor igen, azok igen, is hozzászámítanak. Meg az ifisták, igen. igen, igen. És ott pontszámítás van, tehát ott minél idősebb valaki, annál nagyobb pontszámmal indul. És azért lettek a kupák, ugye az egyik a második helyzet, a harmadik, másik meg a harmadik helyezett nem győzhet hazolsz rengeteg érmet, kupát, ok minden. Számítottál előzetesen ilyen sikerekre? A junior kategóriába igen. Tehát ott én ismertem a lányokat, láttam a nevezési listát, ott, ott gondoltam, hogy jó, jól fog sikerülni. Az, hogy beadtam felnőttbe, vaciláltam sokáig. Tehát a 24 éven felül a, a, egyértelműen open -be kell indulni, ott is ismerem a lányokat. Tehát ott is ismerem, hogy milyen elvetemültek, jó értelemben, mire képesek, hogy brutális az a, az a küzdőképesség, amit ők csinálnak. És tudta, tehát ismertem őket, és mondtam, hogy fél éven van az ópenig, nézzük meg. Tehát, hogyha nem sikerül, akkor tudom azt, hogy még van fél évem, legyen egy erőfelmérő, és a felnőtt kategóriára vertem 20 kilót a mezőnyre. Tehát akkor nem voltál bánatos utána? Nem. Hogy, be, hogy, beadtad, hogy beadtad a nevezésedet? Nem, nem, nem. Igen. Ez a magyar bajnokság kvalifikál-e valamilyen európai vagy világversenyre? Igen, tehát akik itt részt vesznek, azok mehetnek ki külföldre. EB-re, VB-re, lesz Csehországba, Lengyelországba, Ausztriába többfajta, több szervezetnek, és ahhoz ez kellett, hogy kvalifikáljon valaki. Tehát ennél a profiligánál. És mégis ezekre a versenyekre majd? Hát még most az így szervezés alatt van, sok mindentől függ. Most nem a következő hetekben lesznek? Nem, 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 ez ősztel lesz. Ősztel, azt hiszem szeptemberben lesz az egyik, másik októberben terve van. Tehát egy lengyel az jó lenne, vagy egy Csehország, ország, de még, még sok mindentől függ, mert az megint tényleg ez a csak felkészülés. És most már azért február óta diétázom, vagy tehát mérem a kaját, tartom a kaját. Most például, hogy minél jobb legyek, felnőttbe, openbe. Ugye ott korszorzóval legfiatalabb voltam. És ennek ellenére mégis tiéd lett az arany. igen, igen. De 10 kilót vesztettem az erőmből a diétamiatt, miatt, mert a végén már a vizet is meg kellett fogni, hogy meg legyen, jó legyen a súlyom. És, és azért az látszott, hogy fáradtam. Fáradtam és azért, tehát 150 volt a tervezet, meg 135 volt a googleás tervezet, de majd a következő versenyen, is, akkor ott már, ott már meg lesz. Biztos. Említetted ugye most a szeptember-október, hogy akkor lesz majd a nemzetközi verseny, most meg volt ez a magyar bajnokság, kettő között, gondolom azért még lesznek versenyeid. Uh, igen, jövő héten. Már ilyen hamar? Jövő hét Miskolc. a uh, Skytek a táplálék kiegészítő szokott rendezni ilyen felhúzó fekvő nyomókupákat. Ott felhúzásban, ez biztos. A kategória az még kérdéses, hogy junior vagy open, ott is lehet, hogy inkább open. Aztán uh, nyáron lesz még a Muscle Beach, az nekem hagyomány, ott kezdtem el. Tehát az volt a legelső verseny. Ez a Balaton környék? Igen, ő, a Balaton a Siófokon van minden évben. Oda nagyon szeretnénk menni, meg szoktak lenni még ilyen kis helyi kupák, azok is. A, lényeg, a lényeg az, hogy karbotarzs magad a szeptember-októberi világversenyre. Igen, 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 igen. Hát gratulálok neked még egyszer, Beti, köszönöm szépen, hogy befáradtál, és hát további sok sikert kívánunk neked. Táplálkozásban is erőben, kitartást minden téren, mert ez nem egyszerű dolog, az, amit te csinálsz. Köszönöm szépen.